Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Rivaldán innen újabb adása. Mai vendégem Vastag Tamás, Tomi. Mindegy. Azért furcsa ez, mert mindenhol Tomit látok, és már olyan furcsa volt megkérdezni, hogy ez... A családomban mindenki Tomikának hív, meg a régi barátaim között, mert én voltam a legfiatalabb a családban, szóval igazából mindenre hallgatok, a Vastagra is, és bármire, de mivel két fiú testvérem van, tehát hárman vagyunk otthon fiúk, illetve édesapám jön a negyedik, ezért édesanyám sokszor az egész családfát végig sorol, amire eljut a Tomiig, úgyhogy igazából a Sándorra, a Balázsra és a Csabára is hallgatok, hogyha valaki azt mondja, akkor odafordulok. Említetted, hogy elég gyorsan belecsaptunk itt a családi dolgokba, a testvéreden keresztül, ugye mindenki a testvéredhez, testvéred mellé állít folyamatosan, az egyik testvéreden, hárman vagytok testvérek, hárman vagytok fiúk, és a másik tesódról úgy kevesebbet tudni, ő nem annyira a nyilvánosság előtt éli az életét. Igen, 10 és 8 év a korkülönbség a két bátyám és köztem, tehát az kizásos alapon közöttük 2 év korkülönbség van. Leginkább az elmondásokból tudok erre következtetni, hiszen még nem értem akkor, amikor ők kisgyerekek voltak, de a Csabi már gyerekként is egy sokkal exhibicionistább ember volt, tehát hogy ő mindig tanult verset a télapónak, meg minden ilyen iskolai rendezvényen részt akart venni. A Balázs testvérem pedig már akkor is egy háttérbe húzódóbb, csendesebb gyerek volt, és ez felnőtt korára is igazából megmaradt. Ő egy informatikus, 2 diplomája van, egy gyönyörű felesége és egy gyönyörű kisfia, és ő azt a fajta normál középpolgári életet éli egyébként, amit oly sokan. Úgyhogy igazából én meg valahol kettőjük között vagyok, tehát megvan bennem az a fajta megmutatási vágy is, ami általában azért az előadókat és ez a szeressetek típusú érzés, ez bennem is bennem van, de ugyanakkor egyébként nyilván az is, hogy szeretek egyel hátrébb maradni a Rivalda fénytől, mint mondjuk a Csabi. Hogyha már családról beszéltünk, szüleid ugye pedagógusok, illetve édesapád professzor. Igen. Ként dolgozott, munkálkodott. Biztos volt ez, hogy te ezen a pályán akarsz elindulni? Tehát olvastam egyszer egy olyan interjút veled kapcsolatban, hogy édesapád mondta, hogy nagyon jó, hogy énekeltek, de azért egy biztos szakma legyen a kezedben. Szerintem ez gyakorlatilag most is megvan, ez a fajta ilyen ráutaló magatartás a szüleim részéről, hogy szeretnék azt, hogyha valamilyen fix végzettségem és hivatásom is lenne. A gyerekkoromtól kezdve igazából nem nagyon volt bennem az kérdés, hogy erre a pályára készülök. Amikor még nagyon kisgyerek voltam, és először láttam a Star Wars-t, akkor édesanyámtól mondtam, hogy ilyen szeretnék lenni, és mondta, hogy milyen, mondtam, hogy Jedi, ő meg erre mondta, hogy ezek színészek, és mondta, hogy akkor színész szeretnék lenni, szóval már nagyon korán elkezdődött az, hogy én tudtam, hogy mindenképpen az előadó művészettel szeretnék foglalkozni. De tehát nem volt bennem ez soha kérdés. A általános iskolában már Litták Marci barátommal, aki gitározott minden iskolai rendezvényen, a ballagáson, az évnyitón, az évzárón, mindenhol kellett valamit énekelni. És az alapvetően egy jó érzéssel töltött el engem. Egyrésztről sokat betegeskedtem gyerekkoromban, és sokszor voltam egyedül emiatt, akár kórházban, akár otthon magamba. És a zene az egy jó menekülő volt, ahol mégis azt éreztem, hogy az egész világ kitárulkozik, és előttem hever. Ebből adódóan nagyon sok jó barátom is volt, de kevés időt tudtam velük tölteni, és úgy éreztem, hogy amikor egy koncerten vagyok, akkor meg olyan mindenki a barátom, olyan egy nagy buliban vagyunk tulajdonképpen, ahol én vagyok a középpontban. Arról meg nem is beszél, hogy amikor középiskolás lettem, az imént említett okok miatt testnevelésben nem voltam a legjobb, úgyhogy nem én voltam az, aki kidolgozott adoniszi testével tudta az ellenkező nemet lenyűgözni. Így aztán maradt a rockzene, tehát a zenészeket is szeretni szokták a lányok, bár általában a gitárosokat valamilyen értetlen módon, és nem az énekeseket, de hát így is a lepattanó az maradt nálunk. Szóval, hogy igazából én azt gondolom, hogy ez is egy erős motiváció, amikor valaki fiatalon zenélni kezd, hogy ez az a kiugrási mód, ahol a mikrokörnyezetében és abban a társaságban, ahol felnő, abban a szociális közösségben valahogy ő ki tud ugrani, és valahogy ő is el tud helyezkedni. Tehát nekem a zene volt az, amivel el tudtam
amivel ki tudtam lúgni a sorból. Úgyhogy ez emiatt soha nem volt bennem kérdés. Nagyon sok mindent szeretek az életben, nagyon sok dolgot szeretek tanulni, olvasni, mert sok minden érdekel. Tehát az életemben akartam már nagyon-nagyon sok minden lenni. Azért nyilván nem múlik el az, hogy pedagógus családban nőttem fel, így aztán a tanítás az hozzám is közel áll. Ha kérdeznek tőlem valamit, akkor hosszasan szoktam igyekezni a saját tapasztalatom alapján, vagy pedig olyan olvasott vagy vélt tudásokat és tanácsokat adni az embereknek, akik körülöttem vannak, illetve hát a gyermeknevelés aztán tulajdonképpen a legnagyobb pedagógiai kihívás az ember életében. Úgyhogy ezt nagyon szeretem, de valahogy nehezen látom magamat, hogy idős koromra vagy későbbi koromra tanár legyek, de hát soha nem mondta, hogy soha. Édesapám egyébként a vegyészmérnök professzor, ő nagyon sokat kutatott is, tehát szeretem összeállítani a fejemben a dolgokat, amiket olvasok, akár tudományos témában, hogy működik a körülöttünk lévő világ, és amikor van valamilyen új ötletem, vagy megkérdezem, ez a miért korszak, ez valahogy nem múlt el 4 éves koromban, és sokszor szoktam fejlődni, amiatt, hogy ez miért van, és miért nem úgy van, hogy, és akkor ilyenkor szoktam mondani, hogy ez egy jó ötlet, ez még senkinek nem jutott eszébe. Szóval hát végül is a kutatást is elővettem volna, mert kreatív elme vagyok, de hát a zenében ugye ezt a kreatívságot is meg lehet élni. A zene olyan, mint egy nagy matematika, általános és középiskolában is matematikát tanultam végig, amíg nem a zenével kezdtem el foglalkozni, tehát ez volt a fő tantárgyam, és a zene az nagyrészt matematika. Tehát a gyerekeimet is azért tanítatom zenélni, mert remélem, hogy nem zenészek lesznek, amikor felnőnek, de a zenei képzés az alapvetően nem árt senkinek, egy szabályrendszer tanít, egy szabályszerűséget, egy másik nyelvet, és ugye azt mondják, hogy ahány nyelvet ismer az ember, annyi gondolkodást, a zenei nyelv is egyfajta gondolkodás, és mindenképpen az előnyire válik ugyanúgy egy gyereknek és a későbbi kialakult személyiségének, mint mondjuk a sport. Ugye a családdal kezdtünk, nem szeretnénk nagyon visszamenni az időbe, ugye 2010-re datálható az a kiugrási lehetőség, amit említettél is. Akkor viszont már akkor egy egész komoly megmérettetés volt, ugye egy olyan tehetségkutató versenyben indultál a bátyáddal, aminek a végén valószínűleg ezt már milliószor megkérdezték tőled, mennyire volt nehéz a saját bátyáddal úgymond megküzdeni. Semennyire. Tehát ez egy... Az emberek ugye azt senki nem látja, mondjuk, hogy Edison 1000 nem tudom hány százszor épített rossz villanyégőt, csak azt látják, amikor az egy elkészült. Ugyanígy amikor azt nézik egy tévéműsorban, hogy egy műsorban elénekel az ember 2 dalt, akkor azt gondolják, hogy ennyiből áll az egész dolog. De ezek nagyon komoly kihívást, mind fizikailag, mind szellemileg megterhelő hetek voltak. Ez az első X-faktor volt, és ebből adódóan rengeteg olyan rendezvényre kellett mennünk, amik tulajdonképpen ilyen marketing célzatú PR rendezvények voltak, újságírókhoz, ilyen tévébe, olyan tévébe, ilyen média megkeresésre kellett válaszolni, olyanra sok írásbeni kérdés is volt, amire válaszolni kellett, és arról ne is beszéljünk, hogy a minden héten az adott produkciót nem csak szövegileg kellett megtanulni, hanem voltak koreográfiák, kamerapróba, ezek hosszú napokat elvettek az ember életéből, mert amikor mondjuk mindannyian bementünk az adott napi kamerapróbára, az azt jelenti, hogy reggel 8-tól este 10-ig ott ültünk, akkor is egyébként, hogyha nem mi voltunk a soron, hanem mondjuk még azt mondták, hogy még 2 produkció van előtted, vagy egy, és egy ilyen felfokozott helyzetben nem tudsz egyébként tanulni. Tehát most bárki mondhatja azt, hogy igen, ott ülsz 5 órát a kanapén, és miért nem akkor tanulsz, de inkább akkor egy olyan fordulatszámon pörög az embernek az agya, hogy bármelyik pillanatban, hogyha ugrani kell, akkor te készen állj. És egy ilyen gondolkodásmódban nem tudsz tanulni, tehát nem tudsz elővenni egy könyvet és olvasni, mert az agyban te már a színpadon vagy, és olyankor nem nagyon tudsz tanulni. Ezen kívül voltak ugye közös produkciók is, amiknek megint egy másik szövege volt, megint volt hozzá egy tánckoreográfia, próbák voltak. Akkor abban az időben még minden héten volt egy koncert is, amit csináltunk nézőknek
az egyik plázának a tetején volt átalakítva egy ilyen színpad, és akkor az is egy esti esemény volt, akkor is aznap, amikor egy koncert van, akkor te már reggeltől kezdve arra készülsz. Tehát gyakorlatilag 0-24-ben forgott nekem, a gondolatot? Én akkor 17 vagy 18 éves voltam már, mert a műsor kezdetén még 17, aztán meg közben meg 18, úgyhogy elfáradtam addigra, egyáltalán nem esett nekem számomra az, hogy átadjam a stafétát és hogy üljön tovább. Nyilván egy 31-32 éves embernek már nagyobb mind a pszichés, mind pedig a fizikai teherbírása, mint egy 17 éves embernek. Nem is tudom, hogy akkor ilyen lett, akkor kizásosabban én voltam 18, akkor Csabi volt 28, erre tejében volt, én pedig már nagyon más dolgok érdekeltek, és már nagyon-nagyon fárasztott a műsor, már nagyon inkább mentem volna ki, és csináltam volna a dolgaimat, és kevésbé a műsorban vettem volna részt, úgyhogy ez nekem nem volt egy megterhelő dolog. Ő neki úgy láttam, hogy megterhelő volt. Én, tudod, az emberek hajlamosak arra eleve, egy a kereskedelmi csatornák azok úgy működnek, hogy amikor minél jobban megpróbálnak, mint egy virtuális valóságban az embert belehelyezni egy környezetbe, és veled elhitetni, hogy ugye ez most egy élethalálra menő dolog, ezen múlik az embernek az élete és a jövője és minden, de igazából ez egy játék, és látjuk azt, hogy aki 10. helyen volt és ott esett ki, az is az egész életében utána tud foglalkozni a zenével. Tehát, hogy ez igazából az életnek csak egy állomása, és nem tudsz 64-nyi karriert arra az egy műsorra építeni, mert utána is egy folyamatos munka van az ember életében, és én láttam azt, hogy ez csak egy állomás, ez nem vérre megy, és itt nincs az már, itt akik most már ideig eljutottunk, hogy most valaki előrébb, vagy hátrébb, most ha valaki megnyeri, akkor maximum annyival van előrébb, hogy a nyereménnyel van előrébb, de egyébként az utána lévő munka aztán fontosabb, mint a műsor. Amit a műsorból addigra kivettünk, azt már kivettük mind ismertségben, mind azzal, abban a lehetőségben, hogy megmutassuk magunkat, hogy utána könnyebben eljuthassunk azokra a fórumokra, rádióba, tévébe, bárhova, ami alapján a saját produkcióinkat is meg tudjuk mutatni az embereknek. Ezért én nem éreztem akkor már ilyen élethalálra menőnek ezt a dolgot. Nyilvánvalóan ezt a fajta bizsergést fenn kell tartani, mert aki egy tévét néz, az nem azt akarja látni, hogy itt most emberek elénekelgetnek, mindenki jókedvű, hanem akarnak látni drámát, akarnak látni örömöt, és az érzelmi paletta azt szeretik, hogyha a tévéműsor végigvezeti őket, ha megtapasztalják a keserédest, a szomorúságot, az örömet is, és minden érzést megtapasztalnak, egy jó sorozat is ilyen, akkor köti le őket, akkor nézik ezt a műsort. Nyilván ez a műsor is egy ilyen műsor volt, éppen ebből adódóan ez a fajta pszichés terhelésben ez is rajta volt, hogy egyfolytában ezt a fajta impulzust azért kaptuk, hogy itt most ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon fontos, hogy meddig jutsz el, meg nagyon fontos, hogy itt most nyerd meg ezt a dolgot, de a valóság az, hogy ezek nem fontos dolgok az életben. Ahogyan nagyjából nem csak egyik ilyen típusú műsor sem, hanem hogy egy kevés fontos dolog van az életben, amint tényleg az élet és halál múlt. Viszont ahogy említetted, meg volt a kiugrási lehetőség, és meghozta a várva várt ismertséget igazából. És ezek után azért nagyon sok olyan műsorban szerepeltél, ami még ismertebbé tett, illetve hozta a sikereket is, a további ismertséget is. Valahol mikorára datálható az, amikor úgy eldőlt, hogy akkor te gyakorlatilag biztos, hogy az előadó művészettel fogsz foglalkozni? Szerintem a műsor után nem nagyon volt ezzel kapcsolatban választási lehetőségem, hogy ezt eldöntsem. Persze senki nem fogott pisztolyt a fejemhez, de amint kijöttünk a műsorból, már nem tudom, hogy hány lefoglalt koncertem volt. Tehát ahogyan vége lett a műsornak, talán 2 nappal később volt 2 Papp László sportarénás, nagyarénás koncertünk. December 25-én már a turnébuszba ültünk be, és végigjártuk például a debreceni Phoenix csarnokot is, és az összes ilyen nagyobb csarnokot Magyarországon. Tehát én azt tudom mondani, hogy Debrecen 24-én a halászlevet meg a töltött káposztát megettem édesapámmal, másnap reggel feljöttem Budapestre, beültem a nagy turnébuszba, ahol ott vártak az összes
műsorban megismert barátaim, akikkel együtt elindultunk egy ilyen nagy, az egész műsor minden fellépővel lévő koncertturnéra, és fél évvel később tettek ki a Hősök terén. Tehát addig fél év az ember életéből az olyan, hogy addigra már annyira a részeddé válik, hogy a 7-7 egy szokásnak a kialakítása, tehát ha ma reggel el akarsz menni futni, és utálsz futni, hogy holnap reggel, akkor 7-7 folyamatos dolognak kell lennie, hogy annyira beléd épül, hogy ne az legyen az első dolgod, amikor veszed a cipőt, hogy mikor fogok már hazaérni, ahhoz 7-7-nek kell eltenni, hát ez több volt, mint 7-7, úgyhogy onnantól kezdve ez nem volt tulajdonképpen kérdés. Én nem hiszem azt, hogy sokszor történik meg az előadókkal, hogy tudatosan nem akarják ezt folytatni. Tehát, hogy aki ebből azt vagy tudat alatt úgy építi a karrierjét, hogy minél gyorsabban lefele menjen, és egy hétköznapi szakmát válasszon magának, vagy egyszerűen vagy nem tudott, vagy nem akart megújulni, vagy nem tudta a lépést tartani, vagy egyszerűen távol állt tőle az újfajta stílusoknak a megélése, és akkor ez egy ilyen lassú kivérzést eredményezett, aminek a következménye az, hogy nem ezzel foglalkozik. Tehát azért ez a szakma, ez valahol olyan, mint egy drog, hogy a koncert előtt, vagy ha már nem izgulsz, akkor egyébként nincs értelme csinálnod, mert mindannyian izgulunk. Tehát, hogy én nem is tudom, hogy hányszor vagyok a pánikrohamnak a határán egy koncert előtt, és mindegy, hogy 5 ember van a koncerten, vagy 5000, ugyanolyan nehéz, mert ezek ilyen vegetatív idegrendszeri, motorikus dolgok, amik az emberben ilyenkor vannak, és én mindig 100%-ot akarok nyújtani, és ez nem függ a helyszíntől, vagy a nézők számától. Úgyhogy, de ugyanakkor meg ott dolgozik az adrenalin, amikor meg sikerült, akkor egy nagy felszabadult érzés van az emberben, tehát várakozás van, ugye, hogy mikor jön, mert tehát nagyon hasonló szerintem egy olyan módosult tudatállapothoz, amit az emberek igénybe vesznek, ezért nehéz is szerintem abba hagyni. Tulajdonképpen, és szerintem, hogyha mindig zenész maradsz, hogyha nem is ezzel foglalkozol, valahol lelkednek egy része mindig zenész marad. Azt mondtad, hogy még az X-faktor előtt ugye te zenéltél, énekeltél. Az X-faktorban viszont elindult egy olyan, ahogy említetted, tehát meg voltak adva, hogy miket kell énekelni. Sőt, ugye egy nagyon hozzáértő stáb azért irányított is egy picit, hogy melyik stílus áll neked jobban. Mennyire távolodtál el attól, amit te a legjobban szeretsz? Kérem mindezt azért, mert ugye mostanában is nyilván figyelem a munkásságodat, a fellépéseidet, és elég színes palettán énekelsz, de gondolom azért csak van olyan, ami közelebb áll a lelkedhez, ami igazán olyan vastagtom is. Későn érő típus vagyok, úgyhogy még egyőre nem látom az ego, a szuperego és a tudatalatti közül, hogy melyik vagyok én. Amikor felszoktam kelni, vagy hát mindegyik én vagyok, hogy melyik részben melyik dolgozik és melyik kerül épp a felszínre. Amikor reggel felkelek, akkor minden nap másik zenét szeretek. Tehát, hogy valószínűleg a műsorban is voltak, én azt gondolom, hogy hibás dalválasztások, amiknek az is volt az egyik oka, hogy 17 évesen még az ember nagyjából nem sok mindent tud magáról. Még akkor ez még belefér? Igen, a késői pubertásnak még ez még a bőven bele van, és még valamennyire a felnőtti válási krízis előtt a 25 éves kornál. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ugye amit én gondoltam magamról az életemben, hogy én ki vagyok, és hogy milyen szeretnék lenni, az nem feltétlenül volt összhangban azzal, aki egyébként vagyok. És ezeket a dolgokat nagyon nehéz megtalálni, meg nehéz magunknak is bevallani, tehát hogy én valahol azt gondoltam magamról, hogy egy nagy rockzenész lesz belőlem, hát Queen-t hallgattunk, meg Guns N' Roses, meg nem tudom, meg AC/DC-t, de aztán ezek a dolgok nem állnak jól nekem. Tehát, hogy szeretem csinálni, nyilván van az a buli, ahol jól is állnak nekem ezek a dolgok, de egy életen át nem feltétlenül vagyok egy olyan személyiségtípus, akinek ezek a dolgok jól állnak. Azért keresem még azt, hogy pontosan mi az a saját stílus, ami az enyém, de van, aki ezt egy életen át keresi, tehát nem érzem azt a késztetést, hogy most egy fél éven belül meg kell találnom. Azt gondolom, hogy mindig az adott életszakasznak megfelelően kell az embernek
magára gondolni és a művészetére, amit létrehoz. Arról pedig nem is beszélve, hogy nem tudsz kiragadni egy művészeti alkotást magából a korban, amikor született. Tehát most azért látod, hogy elég sokszor hallottuk azt a világból, mondjuk, hogy olyan, talán most a Rolling Stonesnak volt valamelyik dala, amelyiket nem kompatibilissé nyilvánították a mai világra nézve, de abban a korszakban, amikor ez született, akkor ezek teljesen normális gondolatok voltak, és a történelmet nincs értelme megváltoztatni, tehát a történelmi kontextusból nem vehetett ki. Erre nagyon érdekes szerintem az, hogy mondjuk mi stílus irányzat, én ezt az emót, ezt mindig utáltam. Tehát nem tudtam elképzelni, hogy ezt valaki, hogy szeretheti, miért kell úgy öltözni, miért kell úgy kinézni. De nagyon sok olyan kollégám van, akikkel mondjuk előkerül egy 10 évvel előtti fotó róla, hogy ebben játszottak, és fantasztikus zenészek, és nagyon szeretek velük a színpadon együtt dolgozni. És hát megnézed, akkor Demjén Rózsi is volt magas sarkúban, térdig érő ilyen comb, vagy mi az, combig érő ilyen csizmában, ami magas sarkus és nagyfarús volt holdjáróban, meg mindenkinek volt Bundesliga sírója és társai, tehát hogy azért a történelmi kontextust azt mindig hozzá kell tenni szerintem egy dalhoz. Nem szabad külön választani. Bár ez nagyon érdekes kérdés, hogy egyáltalán az előadótól külön tudod-e választani a produktumot, vagy él egy saját életet. Tehát az a dal, vagy az a dalszöveg, vagy az a festmény, vagy az a megírt könyv, az függetlenül megy az alkotótól, vagy pedig az alkotónak mondjuk modernkori kijelentései miatt bojkottáljuk mondjuk azt a könyvet. Tehát most igaz mondjuk most a Harry Potter szériára például, hogy a Rowlingnak a kijelentései miatt kell-e, vagy nem. Tehát, hogy önálló életre kell-e egy alkotás, vagy pedig hozzákötjük a szerzőhöz. Én azt gondolom, hogy nagyon sok dalom van a fiúban, amit nem jelentettem meg. Vagy bátortam, tehát, hogy vagy gyáva voltam hozzá, vagy pedig azt gondoltam, hogy nem érne el igazából akkor a hallgatottságot, vagy nézettséget, ami igazából számottevő lenne. Érdekes kérdés az, hogy önazonos akarsz lenni, azért abban, ahol mi vagyunk a mainstreamben, ott azért is stáb dolgozik ezen, önálló döntéseket is hozol, de azért nagyon sokszor van az, hogy ezeket az önálló döntéseket különböző statisztikai számokkal felülírják. Ez egy nem véletlenül használják, mert ezt úgy a szót, és nem azt, hogy művészet, hanem hogy zeneipar. A zeneiparban pedig sokszor van az, hogy nem saját döntéseket hozol, mert egy termék az, amit létrehozol, te magad is egy termék vagy, és ennek az eladhatóságát pedig szakemberek azok, akik rentábilisnek vagy nem rentábilisnek ítélik meg. És ez kell egy személyiségfajta. Tehát ezt mondjuk már sokkal nehezebben csinálom, és sokkal minimalizálni próbálom az ilyen típusú megjelenéseket, az ilyen típusú dalokat, hogy azért az ember a felszínen maradjon, hogy olyan dalok legyenek, amik a mai korszellemnek vagy a mai közízlésnek megfelelnek, mert onnan már nehezen tudsz visszamenni egy másik típusú közönséghez. Tehát minden generáció, most legyen az XY vagy az Y generáció, vagy bármelyik, szereti a saját sztárjait maga felfedezni, és nem pedig az, hogyha a szájukba rágják őket. Most éppen ezért ugye ez valamennyire a pubertásból is jön, hogy összeveszünk a szüleinkkel, akkor már olyan zenét hallgatunk, amit mi akarunk, azt meg apáik ne értsék, és hogy a szövegek is így módosulnak. Szóval, ha mindenem mindig meg akarsz újulni, akkor úgy fogsz a végén kinézni, mint Madonna, egy ilyen telebotoxolt valakinek, aki nem akar meg öregedni. Tehát, hogy furánna azt mondanám, hogy ilyen Pán Péter szindrómás, de hogy tulajdonképpen még mindig azt hiszi magára, hogy 20 éves közben, hát nem. És ugye erre szokták azt mondani, hogy vagy meghalsz hősként, vagy megvárod azt az időt, amíg aztán a végén hát szörnyeteggé válsz, hát ez hatványozottan igaz. De hogy ez kevésbé, tehát én a megjelenéseimet, a dalaimat azt igazából minimalizálom annyira, amennyivel a vízszinten kell maradni. És várom még azt a pillanatot, amikor sokszor újraolvasva a dalszövegeimet, sokszor újra hallgatva a dalaimat, kialakul, vagy kiforr egy olyan végső, vagy nem is végső, csak legalább egy olyan kohéz személyiségem, amivel ezeket meg tudom jelentetni. Hát egyébként úgy szoktam ezeket írni, hogy nagyon hosszú dolgokat írok, amikor verseket írok, akkor is hosszú verseket szoktam írni, és folyamatosan mindig, amikor elolvasom, akkor valamit kihúzok belőle. És akkor így rövidül egy eszenciára a gondolat. És tehát nekem például ez az írási metodikám, ahogyan én írok. De van, aki 3-4 szót ismételget, és akkor azt mondja, hogy ez egy dal. Tehát, hogy azért
Fontos az is szerintem, hogy a közízlésnek a változás az nem feltétlenül egy rossz dolog. Tehát, hogy utána az Éjfélkor Párizsban Woody Allen film volt az, hogy mindig visszamentek az időbe, hogy mikor volt az a tökéletes, amikor nem mondták azt, hogy bezzeg a mi időnkben. Úgyhogy szerintem ez is most teljesen valid, hogy most egyel ritmusorientáltabb, kevésbé szöveg vagy kevésbé dallamorientáltabbak a mai dalok, mint amilyenek voltak. Úgy is ismétli magát a divat mindig, szóval ez is majd valamikor, ha meghallgatod, akkor vagy valamilyen formában, tehát a Well Hello-nak a zenei képe az abszolút ilyen 80-as évek, és a szövegei meg nyilván, meg az előadásmód, meg a rap az meg egy újabb műfajnak a keveredése, bár már akkor is nyilván volt a 80-as években rap, csak hogy nem ebben a formában ötvözték, mint most. Szóval ezek tök jó dolgok. Vagy az Ária, aki szerintem egy teljesen új üdeszínfoltja a magyar könnyűzenének. Én kb. 15 éve nem hallottam gitárszólót olyan abban, ami egyszerre underground és mainstream és alulról jön, és szeretik az emberek. Na, én nagyon szeretem a gitárszólókat, tehát az imént említett zenekarokban, hogy mit szeretek, ez alapján is hallatszódik, hogy nagyon, nagyon ilyen orientált vagyok. És a rádióban mindig az volt már 10 évvel ezelőtt, és amikor vittünk be egy-egy dalt, hogy megmondták, hogy gitár szóló nem lett benne, meg semmilyen szóló, 3 perc 10 legyen. Szeretem, hogy ezek ilyen formabontó srácok tulajdonképpen megcsinálták azt, amit mondjuk 10 évvel ezelőtt még nekünk nem volt rá lehetőségünk, mert nem volt még olyan YouTube, nem lehetett alulról jönni, már egy skatujába benne voltál. Úgyhogy ők szerintem nagyon jól csinálják, amit csinálnak. Ez egy üdítő színfoltja szerintem a mai könnyűzenének, és hát az lenne jó, hogyha inkább ez erősödne. Az én szögemből az lenne, hogyha ez a fajta zene erősödne, mint hogyha még lejjebb mennénk, inkább menjünk fölfele. Azért is kérdeztem a megnyilvánulási formákat. A felkonfba el szoktam mondani, hogy mivel is foglalkozik az adott vendég, de egy kicsit hosszú lett volna, hogyha elmondta volna, hogy szövegírással, versírással, producerkedsz is ugye a saját dalaidnál. Igen. Azon kívül ugye... De ezt szerintem a legtöbb emberrel elmondható, aki ebben a szakmában dolgozik. Tehát, hogy valamennyire muszáj kézben tartani a dolgokat. Nagyon sokszor meg már pont nem. Tehát azt mondják, hogy nem, akkor én kiállok, te írd meg nekem a dalt, én csinálnak a zenét igen. Hozzá, kiállok, eléneklem, a többi meg a te dolgod, és nem is feltétlenül erre gondoltam, hanem hogy ugye a te múltadban, vagy hát a te életed része egy majdnem 8 éves színházi karrier is, ami szintén egy nagyon szép időszak, viszont ugye azt el is mondtad, hogy szeretnél a zenére koncentrálni, és hogy emiatt, tehát ez nem azért hagytad abba, mert kiégtél, vagy mert már nem szeretted? Nem, ez egy abszolút felfelé ívelő karrier volt, tehát nekem konkrét színházi végzettségem nem volt, most már egyébként van, tehát színész végzettségem van. Azt hiszem, hogy ez két, tehát az, hogy én ennyi időt töltöttem el 10 évet a színházba, úgyhogy ennyire fiatal vagy még mindig. Igen, és hogy rengeteg főszerepet eljátszottam, és rengeteg előadást, tehát biztos, hogy 1000 előadás van a hátam mögött, csak 30-asával számolom, mondjuk 30 és 50 közötti előadást játszottunk. Szerintem egy 20 darabban játszottam, akkor ez hamar kijön számítás, hogy olyan 600 és 1000 előadás között játszottam az elmúlt 13 évben. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert igazából az érzékenység kell hozzá, és evés közben jön meg az étvágy. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a Veszprémi Petőfi Színház büfészakán végeztem. Még kisgyerek voltam, amikor a bátyám ott táncolt, tehát táncos minősítésben volt a színházban, és én pedig oda jártam be a színházba, ott éreztem azt, hogy hasonló gondolkodású és világlátású emberek vannak, mint én. És ahogyan sok időt ott eltöltöttem, sokszor néztem meg az előadásokat, és utána hallgattam a nagyöregeket, ahogyan egy-egy nem hideg szénsavmentes ásványvíz társaságában hosszas órákon keresztül a büfében beszélgettek, meg mind a darabról, mind arról, hogy ki hogy csinálja, stb. Úgy ragadt rám egyszerűen, mint gyerek. Főleg, ha belegondolsz, akkor a gyerekek ugye másolással veszik le a dolgokat. Minél kisebb, látom a saját gyerekeimen is, hogy az, hogy mondok, meg az, hogy mit csinálok, az két különböző dolog, és a tetteim azt jobban átveszik, mint a mondataimat. És egy folyamatosan ragadt rám, de nagyon gyorsan. És amikor először játszottam a Monte Cristo grófja volt az első darab Békés Csabán, amit játszottam,
akkor az még egy mellékszerep volt, és akkor a próba folyamat alatt egyre több jelenetbe belekerültem. Tehát míg elvileg csak kettő jelenetem lett volna, úgy ahogyan látták, hogy jól csinálom a munkámat, hogy alapvetően oda vonzza a tekintetet, amikor ott vagyok a színpadon, úgy még további jelenetekbe is bekerültem, amikben az alapszövegkönyvben nem voltam benne. És akkor utána igazából adta magát, hogy akkor ott volt egy következő premierem, aminek már főszereplője voltam. Aztán közben, akikkel, kollégákkal dolgoztam együtt, ők másik színházba beajánlottak, vagy Forgács Péter, aki nagyon fontos ember az életemben, a Győri Nemzeti Színháznak a volt igazgatója, mentorom, és tényleg egy nagyon-nagyon jó barátom. Vele dolgoztunk együtt egy nyári produkcióban, Robin Hood című musicalben, és ott megismerkedtünk. Mondta, hogy náluk lesz egy Beatles-ról szóló dalban, amivel a Paul McCartney szerepére abszolút el tud képzelni. Bementem, behívott, elvégeztem a castingot, meghallgatott, és onnantól kezdve igazából a Győri Nemzeti Színházban minden évben volt egy premierem vagy kettő. Soproni Petőfi Színházban egy Ajda, nem tudom, Che Guevara az Evitából, tehát nagyon sok ilyen zenés színházi darab, és utána pedig már a Prózai Színház volt egy idő után, ami meginkább tetszett. Egyszerűen azért, mert a musicaleknek, ha nem feltétlenül jól vannak megcsinálva, akkor nekem az egy mindig ilyen érdekes dolog volt, hogy megy egy cselekmény, gondolj bele, már pont elkezdett beleélni magadat, vannak, váltogatják egymást ugye a drámai és a vígjáték elemek, és akkor egyszer csak mindenki tud egy tánckoreográfiát, meg mindenki együtt énekel, és így ellépünk a valóság talajáról. Ez egy idő után nekem már inkább ilyen mókás kezdett el lenni, mint sem komolyan tudtam volna venni, és akkor a Prózai Színház irányába mentem, és akkor először utazó színházzal tudtam prózai darabban játszani, ahol az országot jártuk egy utazó színházzal, utána pedig külszínházban is kaptam darabot, és a Covid után éreztem azt, hogy én nem akarok visszatérni a színházba. Tehát a több időt tudtam a gyerekeimmel tölteni, és észrevettem azt, hogy ezekben a büfében lévő beszélgetésekben egy-egy előadás után, amikor hosszasan szoktunk a kollégákkal csevegni, ilyenkor mindig az idősebb színészektől azt szoktam hallani, hogy a dolog, amit megbántak az életükben, az talán az, hogy a gyerekeik úgy nőttek fel, hogy nem voltak jelen. És amikor ezt megtapasztaltam, hogy milyen jelen lenni, tehát itt a Covid-nak az ideje, akkor utána már nem vágytam arra, hogy egy-két hónapjára elköltözzek. Tehát a végig számolt, hogy három színházban játszottam egy vagy két előadásokat, amit 6 hét próba, meg 4 hét előadás, tehát 10 hetet nem voltam otthon, akkor azt hallod a szavaimból, hogy volt olyan év, amikor 40 hetet nem voltam otthon, és nem láttam a gyerekeimet mondjuk egy évből. Az az évnek a 3/4. És nagyon sok mindenről lemaradtam. Az első szavak, első mondatok, az első lábraállás, amiket videón láttam, vagy videótelefonálásban hallottam először. És amikor már a gyerekeimmel voltam otthon, akkor pedig éreztem, hogy nem akarok már. Tehát, hogy szeretnék a részük lenni. Ha bármi is történik velük az életben, ne amiatt legyen, mert az apjuk nem volt része az életüknek, hanem igyekszem velük lenni a lehető legtöbb időt. Még egy darabot elvállaltam a Covid után, illetve kimenő előadások voltak, amiket muszáj volt lejátszani. Most emiatt nem akartam senkivel kiszúrni, hogy én már felmondtam mindenhol, hogy most bepróbálja valaki, hogy még 5 előadást lejátszon. Ez erre szokták mondani, ugye, hogy amikor most a zenekarra próbálunk, hogy a gyakorlás az a kolléga hátba szúrása. De ilyen viccesen szoktuk mondani. Szóval alapvetően még egy darabot, az Ég tartja a földet című darabot vállaltam el, mert olyan kollégáim és olyan rendezés volt, produceri háttér, akikkel nagyon sokat dolgoztam együtt, és nagyon sokszor felhívtak, hogy nagyon szeretnék, hogyha én játszanám benne a férfi főszerepet, én pedig sokszor elutasítottam őket, de aztán úgy voltam vele, hogy egyrészt akkor még dolgozzunk egyet együtt, meg Budapesten volt, tehát a több időt tudtam a gyerekeimmel is tölteni, úgyhogy számomra egy ideális végszó volt, és egy ilyen utolsó dolog, amit meg tudtam csinálni. Úgyhogy most leginkább a zenére koncentrálok, meg igyekszem, ha nem is 100%-os, de 50%-os apa lenni. Ugye veszprémi születés, vagy családilag még odakötődsz, Budapesten élsz, és járod az országot nyilván a koncertek miatt.
És így zárásképpen azért említsük meg, hogy Debrecenben történik most ez a felvétel, és van egy picike debreceni kötődésed is, ugye, hogyha már arról beszéltünk, hogy melyik az a zenei stílus, vagy az a, amiben a legjobban érzed magad, mostanában sokszor hallom és látom a Sinatra dalokat, amiket előadsz, illetve ennek van egy debreceni kötődése is. Igen, úgy alapvetően azt hiszem, hogy az első és legjobban meghatározó dal élmények az életemben az a karácsonyhoz kötődnek, amikor édesanyám felvitt az emeletre mindannyiunkat, és akkor szép ruhába öltöztünk, és vártuk a Jézuskát, és a fölszintről hallottam, ahogyan felszűrődnek azok a régi típusú karácsonyi dalok, amik még nagy Big Band-del szólaltak meg, és Frank Sinatra dalok, és ahogyan hallgattam ezeket, eleve a bassbarit, kedves dörmögő, dömötör bassbariton hangomhoz ezek a dalok jól állnak, és ahogyan hallgattam ezeket a dalokat, talán ezeket dúdoltam már gyerekkoromban is. Tehát amikor érdekes volt az, hogy amikor egy karácsonyi lemezt csináltam a Modern Art Orchestra, a Big Band zenekarra, ez 5 vagy 8-9 évvel, akkor a daloknak a megtanulása, amik egyébként nekem hosszú időt szoktak igénybe venni, azok ilyen fél nap volt egy dalt megtanulni, mert hogy már annyiszor hallottam gyerekkoromban, csak nem emlékeztem rá, hogy nagyon-nagyon gyorsan jött úgy, hogy már tudtam angolul, hogy hamar megtanultam, és akkor ehhez hozzájött az, hogy egyszer egy karaoke bárban hallott Szomor György énekelni egy Frank Sinatra dalt, és azt mondta, hogy ez annyira tetszett neki, hogy egy egész színdarabot ír rá. És akkor ez volt a Frank Sinatra a Hang című előadás, amiből 99 előadást játszottunk Budapesten, a Ramkolosszájunkban, Békés Csabán, és még az Isten tudja, hogy hol, tehát hogy még a Szigeten is voltunk vele, meg a Volton, mint színházi előadás, ami egy nagy volumenű előadás volt, 22 dalt énekeltem benne, tehát tulajdonképpen Sinatrából expert lettem, mert mindent, amit lehetett, azt elolvastam róla, megnéztem a felvételeket róla, és igyekeztem a lehető legtöbb mindent ellesni róla. Ami érdekes, hogy és ennek a kapcsán most már sok Big Band, például a Debrecen Big Bandben is én énekelek Frank Sinatra dalokat, és a korabeli más jazz előadóktól is dalokat. Ami érdekes az, hogy már olyan régen nem hallgattam a Sinatrát, abból adódóan, hogy akkor egybe megtanultam kb. Az egész életművét, hogy most, amikor viszont egyszer visszahallgattam, akkor most már hallom azt, hogy úgy, hogy eltelt 10 év, hogy már mennyire másképp énekelem, ahogyan eltelt 10 év. Akkor biztos, hogy mindent levettem, az összes manírját, az összes mozdulatát, és azt is, hogy ő hogy énekel a hangszínét, és az évek alatt úgy, hogy nem vettem észre a saját magamra formálódott, és igen, itt Debrecenben is, a Kölcsei Központban is játszottunk most egy hónapja talán, Szolnoki Péterrel és a bátyámmal együtt egy Frank Sinatra kontra Elvis, a király és a hang előadással, ami egy terházas nagy koncert volt. Itt léptem fel tavaly, amikor volt a katonazenekari találkozó, akkor is azon is én énekeltem, ami egy borzasztó nagy dolog volt, mert az összes országnak a delegációjával együtt énekeltem. Tehát hogy nem tudom, hogy hány ezer zenész volt ott, de hogy igazából az volt, hogy rengeteg zenész volt, és én voltam egyedül énekes, az egy ilyen nagyon brutális érzés volt, és most pedig a Virágkarneválon fogok énekelni. Úgyhogy szeretem Debrecent, sokat járok ide, és itt nagyon kedvesek az emberek. Egy nyugodtabb élet van itt jóval, és én ezt szeretem, mert mivel hogy Veszprémi lévén, én Budapesten és nagyon a peremvidéken élek, tehát hogy nagyon kint a belvárosból. 5 évet azért úgy laktam Budapesten, hogy tényleg az emberek nem tudják elképzelni, de hogy fogalmat sincsen, hogy ki a szomszédod, tehát hogy még a nevét se tudod, nyugodtan el tudsz így éveket élni, hogy így látásból esetleg ismered. És egy olyan részén lakom most, ilyen erdős részén, vagy fölöttem már csak az erdő van, ahol viszont egymásonnak utalva az emberek, és az a fajta ilyen vidéki mentalitás van, hogy mindenki tudja, hogyha az utcában egy idegen autó jön, ugye ez a vidéknek a videókamerája, a muskátli, a cica és egy kíváncsi szempár ugye az ablakból, ami néz. Tehát hogy nehéz titkot tartani, de hát ez egy ilyen dolog. Tehát én szeretem, és ez egy... Szeretem, és Debrecen is egy ilyen hely, úgyhogy közel van a szívemhez, szeretek ide járni. Tomi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és gyere minél gyakrabban. Debrecenbe zenekarral, egyedül,
akár majd egyszer még színészként is. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én nagyon szépen köszönöm, és üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is. Viszontlátásra!